Némedi Konráddal beszélgetek, a Dunafer SE versenyzőjével, kajak-kenu. Kajak vagy kenu? Hát kenu. Kenu 2007-ben a Sziklenke Laci bácsi ismertette meg velem ezt nyáron. Egy ilyen toborzó tábornak indult, és ott így megszerettem, és ott ragadtam. A kenu az egylapátos, a kajak a kétlapátos. Igen, igen. Meg az még nagyon fontos különbség, hogy kenuba ugye térdelnek, a kajakba megülnek. És miért pont azt? Tehát amikor az ember vízre megy és csónakot választ, akkor miért pont a kenu? Laci bácsi alapból így a fiúkat kenúztatta, a lányokat meg kajakoztatta, ugye akkor még nem volt, most már bejött ez a női kenu is, úgyhogy most már itt mindenki kenúzik. És hát így jött a kenu, igazából nem is engedett engem kajakozni. Azt tudom, hogy 16 éves vagy, és ha visszaszámolunk, ez azt jelenti, hogy 9 éves korodtól kezdődően te ezt csinálod. Ez elég kemény egy 9 éves gyereknek egy ilyen sportág, hát nem? Hát még az elején nem volt azért ilyen kemény, hát még azért voltak ilyen kis lazaságok, hogy eldugtuk az edzést, lecsalgattuk, de hát így nem olyan. Nem is voltak azért az elején olyan eredmények, aztán amikor elkezdtem keményen csinálni, meg célokat is akartam elérni, akkor már úgy még kemény lett, igen. Most ennek a beszélgetésnek az apropója gyakorlatilag a 2013-as esztendő, akkor voltak egész komoly sikereid. Kezdjük azzal, hogy ki kellett jutni valahova, és ez a kijutás sem egy egyszerű győzelem volt. Konkrétan miről van szó? Hát nem, itt a magyar bajnokságon lehetett erre a nemzetközi versenyre kijutni, az első két helyezett jutott ki, és hát a korcsoportomba voltunk 4-5-en, akik erre esélyesek voltunk, és hát ott sikerült 500 méteren meg 1000 méteren is nyernem, és így tudtam kijutni három számban. A nézőknek a fejében az van, hogy a vízisportban a magyarok erősek, tehát egy magyar bajnokságot megnyerni az különösen nehéz, jól sejtem? Így van, hát az a magyar kajakkenu sport, ez igazából, ha valaki Magyarországon sikeres, akkor már külföldön is az lehet. Akkor ez elég jó előjel volt, hogy aki innen magyar bajnokként kikerül erre a nemzetközi versenyre, ami pontosan mi is volt? Egy olimpiai reménységek versenyének hívják, és hát egy 20, körülbelül 20 ország jön el erre a versenyre minden kontinensről. Jó, voltak kanadaiak, ausztrálok, amerikaiak, és hát egy ilyen kis őszi megmérettetés volt ez igazából. És ott volt ez a 20 ország, oda állt egy magyar legény Dunaföldváról, és milyen eredménnyel? Hát péntek, szombat, vasárnap volt a verseny. Pénteken rendezték az 1000 métert, a leghosszabb távot. Ott volt a mi korcsoportunkban a legkisebb mezőny, 15-en voltunk, és azt sikerült nekem megnyernem. Szombaton volt 500 méter, ott már többen voltunk, azért ott már bekapcsoltak kanadaiak, amerikaiak, meg minden földrészről. Itt, bocs, hogy közbevágok, de számokat lehet tudni, hogy hány versenyző volt, ha nem is pontos, de durván. Hát ilyen 15-20 versenyző. És ott mindegyik a saját országának a bajnoka? Igen, igen, igen. Hát így első kettő többnyire. És akkor a szombati 500 métert is sikerült megnyernem, és akkor vasárnap jött el a 200 méter, azt nem, úgy mondom, hogy nem az én kedvenc számom, azt meg harmadik lettem. Tehát akkor ezt foglaljuk össze, mert hát, ha elsiklik az ember figyelme, hogy három számban indultál, kettő első, egy pedig harmadik. Bronzérem. Ez milyen teljesítmény magyar mércével mérve? Hát igazából olyan átlagosnak mondható inkább, de volt, aki például az egyik csapattársam, aki 5 aranyérmet nyert ezen a versenyen, de volt, akinek nem sikerült nyerni. És ti magyarok hányan mentetek ki? Körülbelül olyan 70-80 fővel utaztunk. És abból mind a 70-80 aranyérmes lett? Hát nem, azért voltak, akik nem szerepeltek, olyan jó volt, akik kimagaslóan szerepeltek, tehát 29 aranyérmet szerzett a magyar csapat, és 75 érmet, azt hiszem pontosan. Azért én megelőlegezem, vagy inkább úgy ítélem meg, amikor azt mondod, hogy egy átlagos teljesítmény, azért nem egy átlagos teljesítmény. Hát nem, de ugye a magyar kajakkenu sporthoz mérve egy átlagosnak mondható. Említetted, hogy 1000 méter, 500 méter. Mennyi idő alatt evezi le ezt az ember? Hát igazából az 1000 méter az olyan 4 perc, 4 perc, 10 másodperc. Az 500 méter az 2 perc, a 200 méter az meg egy 40, bő 45 másodperc. És hogy ítéled meg az eddigi érzésed, tapasztalatod alapján? Neked melyik való leginkább? Nekem az 1000 méter az, ami úgy hozzám közel áll. Ennél hosszabb is van?
Van, de abban már nincsen ilyen nagyobb nemzetközi, hát van maraton világbajnokság persze, de nem ilyen rangosabb. Ez a versenyszám, meg ez a sportág kívülálló számára úgy tűnik, hogy roppant monoton. Tehát ott csak húzza, húzza. Mi ebbe a jó? Hát igazából, igen, ez többnyire monoton, így tavasszal én is tapasztalom, de igazából nyáron már nagyon kellemes tud lenni egy hosszú, fárasztó edzés is. Igazából úgy már, ahogy ott a hajó úgy már siklik a vizen, nagyon jó érzés tud lenni nyáron. 4 perc, ugye ez 1000 méter. Mikor az edzésre neveztek, akkor 4 perceket húztok? Hát ez változó, van, mikor 4 percek vannak, ezek a résztávok ugye. Van, mikor a pályákat megyünk, amikor 1000 méter, 500 méter. Van néha, amikor hosszabbakat is, 2000-3000 métereket. Úgyhogy ilyeneket szoktunk. Heti hányszor? Heti 6. Heti 6, így iskolaidőben nyáron, meg ugye délután heti 11. Te itt vagy a gimnáziumban, Földváron? Igen, igen. Az edzés nem itt van? Hát az nem. Az merre van? Dunaújvárosban, kikötőbölbe többnyire, de hát egy Dunán is szoktunk néha edzni. És egy edzés milyen hosszú? 1-2 óra? 3? Hát két óra nagyjából. 2 óra. Másfél óra letvegyünk vizen, meg fél óra még szárazföld, ilyen kiegészítő kondi vagy futás. Nagyon szép a 2013-as esztendő. 14? Hát 2014-ben most sok világverseny lesz, így lesz ifjúsági világbajnokság, ifjúsági olimpia is Kínában, hova én nagyon szeretnék kijutni. Mi kell hozzá? Hát ez egy ilyen speciális dolog, nem egyenesen kell most menni, hanem egy 8-as alagpályát kell teljesíteni, és ilyen kieséses szakaszon, hogy ketten vagyunk egyszer, és aki így nyert, az tovább megy, aki meg nem, az megkiesett. Ez mikor dől el? Ennek június 11-én lesz a válogatója, és hát akkor, aki az első lesz, az megy. Hát mi veled vagyunk, az erő is legyen veled. Köszönöm szépen.